Elkezdődött a tanév, amely, mint azt korábban tapasztaltuk, fokozottabb baleset veszéllyel jár. Ugyanis statisztikai adatok nem biztos, hogy alátámasztják, viszont azt mindenki látja, illetve végig tudja gondolni, hogy egyrészt a gyerekek, akik csapatostól közöllenek az iskolába, illetve a szülők, akik nyilván időben le szeretnék adni a gyermekeiket, és oda szeretnének érni a munkahelyükre, gyakorlatilag nem fordítanak elő figyelmet a KRESZ szabályok betartására. Ennek, illetve az ezzel adódó baleseteknek szeretnénk elejét venni azzal, mint tegnap is láthatták, több rendőr kollega teljesített szolgálatot az iskolák környékén. Ugye lehetett látni motoros rendőröket, őket azért célszerényekor alkalmazni, hiszen egy motorkerékpár sokkal mobilabb, sokkal gyorsabban tud közlekedni a városi forgalomban, mint egy gépkocsi, tehát kollégák több helyre oda tudnak érni. Gyakorlatilag azzal, hogy a kollégáink, illetve a polgárőrök is ott teljesítettek szolgálatot az iskola kezdés, illetve a tanulák befejezését követő időszakban. Azt szerettük volna megmutatni, hogy mindent megteszünk a balesetek megelőzése érdekében. Így a kollégák forgalmat irányítottak, hogyha kellett, figyelmeztették az esetlegesen szabálytalankodókat, illetve a kezd igényelte, neki tanácsokat tudtuk megadni, hogyan lehet minden jobban betartani a közszabályokat, és mégis biztonságosan elérni az úti célokat. Az emberi érlendés a vagyontárgyán biztonságának megoldása egyik legfontosabb feladata, még az iskola falai között is, hiszen gondoljunk egészen apró játékos csintelésre, aminek egy rossz esés lehet a vége, és már is kész az akár visszafordíthatatlan tragédia. De gondoljunk arra, hogy gyerekeink milyen drága műszaki eszközök helyenek iskolában, amelyek sajnos felhívják a figyelmet arra, hogy hát ez bizony el lehetne tulajdonítani, és sajnos nem zárható ki az enyveskedőnek jelenléte az iskolában. Aztán arról is beszélhetünk, hogy az internetnek milyen egyéb veszélyei vannak, hiszen óra alatt, pad alatt, filmfokozva és olyan portréképek, illetve olyan egyéb képek kerülhetnek megosztásra, ami aztán nagykorban, hogy a felelhető megőrülés is.